hogy minden olyan városfejlesztési beavatkozás, minden olyan jellegű gazdaságfejlesztési döntés, ami megvalósult itt az elmúlt időszakban, az annak a szemüvegén keresztül, annak a szűrőjén keresztül került az asztalra, hogy milyen értékeket kell megvédenünk és védünk meg, és kell hosszú távon fenntartani. Persze ez nem ennyire egyszerű, mint ahogy ez most két mondatban itt elhangzik, de higgyék el, hogy azt gondolom, hogy ez is azt bizonyítja, mármint a zöld felületek nagysága, hogy ezzel az elmúlt időszakban foglalkoztunk, nem keveset, annak ellenére, hogy Gödöl az egyik legdinamikusabban fejlődő magyar város. Sokan azt mondják, ugye, hogy ezek ellentétes folyamatok. Itt vannak a multinacionális cégek a város határain belül, komoly mennyiségű munkahelyet teremtettek és tartanak fenn, komoly adót fizetnek, komoly, nagyon magas színvonalú technológiával dolgoznak, gyógyszergyártó cégek, autóiparban gyártó cégek, a Sony is itt volt sokáig, aztán elment Maláziába a gazdasági jogok miatt, de ők is a csúcs technológiával valósították meg az elképzeléseiket, tehát több ezer munkahely létesült 1990 és 2010-13 között, és egy négyzetméterrel nem lett kevesebb az zöld felület, egy grammal több energiát használtunk, de nem használtuk el a körülöttünk lévő környezetet. A levegő ugyanolyan tiszta és szép a városban, és jó a városban, mint annak idején volt, mind a mellett, hogy egyébként is, hál' Istennek a széljárás olyan, hogy kiviszi innen a szennyeződéseket, tehát egy nagyon jó levegő városról van szó. És emellett pedig ugye értékvédelemről beszéltünk, nem csak a környezeti értékeinket tekintem, hanem a műemlék értékeinket, hiszen ők is egy olyan épületben vannak, amik 1990-ben bizony még nagyon lerombolt állapotban vannak, talán körbe sétálnak és sikerül arra időt szakítani, vannak itt mondjuk a Barokk Színház felújítása kapcsán olyan képek, és több olyan képet is láthatnak, ami a kastély 1999-es állapotát, 1990-es állapotát mutatják. Tehát azt hiszem, hogy ez ékes bizonyíték annak, hogy nem csak a környezeti kérdésekkel, hanem a műemléki, a kulturális örökségvédelemmel is nem keveset foglalkoztunk. És mindemellett ez sincs ellentétben azzal, hogy olyan típusú oktatást és olyan típusú kulturális műhelyek kialakítását teremtettük meg, amivel méltán lett gazdagabb a közösség, amivel méltán érzi jól magát itt a gödöllői, és méltán jönnek nagyon sokan más településről és más országokból Gödöllőre. Ennek egy pici szeretét egy pár percben itt az előbb láthatták. Egyik nagyon-nagyon lényeges feltétele ennek egy kiszámíthatóság. Kiszámíthatóság a település vezetésében, kiszámíthatóság a település stratégiájában, fejlesztési stratégiájában. Ha nincsenek olyan típusú szempontok az évek során, amelyek felülírják ezeket a rendkívül fontos alapokat, akár legyenek azok politikaiak, legyenek azok választásiak, legyenek azok belső hatalmi harcok következményei, akkor lehet dolgozni, akkor van lehetőség arra, hogy egy ilyen egyensúly figyelembe vételével megmaradjanak az értékek, és olyan szempontok is figyelembe kerüljenek elsődlegességként, prioritásként, amelyek adott esetben sokszor máshol más érdekek felülírnak. Lásd itt most elsősorban nyilván a mostani két és fél napnak a fő téma. Nem akarok részleteibe belemenni, hiszen az itt lévők nagyon sokat foglalkoznak, ez a szabadidejű tevékenységük, vagy a szakmájuk a környezeti dolgokkal, de azért ezzel párhuzamosan igyekeztünk megteremteni lehetőség szerint azokat az energiaforrásokat, amiket az anyagi lehetőségeink is biztosítottak, amelyekkel a város energiaellátását biztosítjuk a közlekedésben. Igyekszünk, és azért mondom, igyekszünk mellett folyamat, megteremteni minden olyan lehetőséget, ami kevésbé fogyasztja a környezetet, ugye az iparról már beszéltem, ott sem fogyasztunk többet a környezetünkből, a hulladékgazdálkodás talán csúcs technológián vagyunk, az Európai Uniós elvárásoknak megfelelő maximális szinten tudjuk biztosítani a szelektív személygyűjtéssel, újraválogatással, és a többi. Megteremtettük a 23 év alatt a teljes szennyvíz csatornázatot. Most történik a szennyvíztisztítótelep teljes rekonstrukciója, hiszen ott is már a mostani előírásoknak nem megfelelő szintű a kifolyó
szennyvíznek az állapota. Itt is egy uniós pályázat során ezek a kérdések rendeződni fognak. Elindult egy nagy csomó olyan program, aminek a közösségteremtés elején kívül a környezet megóvásval lényeg, ilyen a kerékpáros barát program, tehát nagyon-nagyon sok olyan aprónak tűnő, mégis összkép kapcsán a környezeti terhek csökkentése, vagy legalábbis nem növekedése célként megfogalmazódott, és ezt tudtuk tartani úgy, hogy minden mellett most is vannak olyan bevételi forrásaink, amivel előrébb tudunk lépni. Persze szeretnénk mi is villany vagy elektromos busz hálózatot kialakítani, meg olyan álmaink is vannak, ami alapján egyre kevésbé növekedjen a városban a széndioxid terhelés, de hát nyilván ez mind-mind azért pénzkérdése, és egyik pillanatról a másikra nem megy. Akkor azt gondolom, hogy ezekkel a gondolatokkal tudtam igazolni azt, hogy a városfejlesztés, a gazdaságfejlesztés, a forrásokat teremt, értékvédelem, értékőrzés, az semmiféleképpen nincsenek ellentétben egymással, és hogyha egy hosszú távú stratégia mentén egy prioritásként vannak megfogalmazva, nem csak megfogalmazva, hanem végrehajtva, akkor azt gondolom, hogy lehet egy olyan kis modellértékű közösséget és várost felépíteni, ami méltán lehet mindannyiunk itt lakóknak és ide látogatóknak is büszkeség. Még egy nagyon-nagyon lényeges elemet nem mondtam, ami persze megint ABC ezeknél a gondolatoknál, milyen a fenntarthatóság, és ez minden szintre érvényes, tehát nem csak a mostani előbb elmondott gondolatokra, hanem például arra is, hogy egy város növekedési üteme, ha nem fenntartható, akkor nagyon komoly problémák jelentenek. Nem túl messze tőlünk, Budapesttel közvetlen határos település, 1990-ben 4500-5000 lakosú volt, most 11000-12000 lakosú, és nem tudja követni az igényeket. 1990-ben Gödül lakosság száma 29400-29500 volt, ezek voltak az állandó lakosok, most 33500 körül van az állandó lakosok száma. Ha ezt a 23 éves távlatot nézzük, ez azért egy olyan típusú növekedés, ami nyilván fenntartható. Nagyon komoly igény jelentkezik ilyen településeknél, és hát mondjuk a másik oldalán, Págy. Nem mondok településeket, mert nem korbántani se polgármestert, se testületet, se történeteket, csak nézzük meg azokat a településeket, ahonnan egyébként a reggelébe közlekedés egész egyszerűen elképesztően lehetetlen. Azokon a részeken egy települést mondtam, de azon, abban a térségben, hogy hány telket parcelláztak, és a lényeg az, hogy hány telket vontak belterületben, területen belterületben, külterületben 2000 forint a négyzetméter, belterületben 25000 forint, abban a pillanatban megvan a hatalmas biznisz, és onnantól kezdve mindenki jól jár otthon, aztán föladom a székből és elmegyek. Ez egy nagyon-nagyon kemény helyi küzdelem, hiszen itt is a város környék, körülöttén, a város külterületein ott vannak a komoly ingatlanok, és nagyon-nagyon nyomás azok részéről, akik pénzt akarnak csinálni ebből. Ha egy város vezetése világos, határozott stratégia mentén fejleszt, és áll a talpán, mutatnám megvesztegethetetlen, akkor ebből nem lesz soha probléma. Ahol ez nem így van, ott azért vannak ezzel kapcsolatos következmények, amiknek a kiküszöbölése éveket, évtizedeket vett igénybe. Nem szeretnék részletekbe menni, én csak azért szerettem néhány gondolatot, Gödöllővel kapcsolatban fölvázolni önöknek, hogy vagy egy alap hátszeret a zenekar után, annál jobban nem tudok egyébként, amit ők adtak. Elképzelhetetlen az, és ezt mint a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke mondom, aki járja az országot, hogy a magyar falu lakosságának a nagy százaléka a multinacionális bevásárló központokból vásárolja a csirkehúst. Ez nekem, a vén generációnak, már itt a fiatalabbaknak, már a hölgyek, már a következő generációhoz tartoznak, de mégiscsak azt gondolom, hogy ez egyrészt elképzel, egyrészt nagyon-nagyon nagy baj, másrészt óriási lehetőség. Ezt a lehetőséget, hogyha jól használjuk ki, ha kondicionálunk a polgármestereket, ha az önkormányzatokat nem gyengítenék le, hogyha kapnának megfelelő hátszeret a települések vezetői, mert nélkülük nem megy, ők a választott emberek, ők organizálhatják ezt a revitalizációt, a falu revitalizációt, a vidék revitalizációját. Egyen József professzor egyébként erről biztos, hogy nagyon előadást fog mondani, és azt gondolom, hogy ez a program elindulna, és nem mindenféle más érdekekkel lenne megtűzdelve, hanem kifejezetten a magyar vidék felemelkedését szolgálná,
és azokat a szempontokat is figyelembe tudja venni a program, amelyek egyébként a környezeti védelem, a fenntarthatóság szempontjait is előtérbe helyezik, akkor szerintem óriási lehetőséget használnak ki, ha meg nem, akkor halasztunk el. Hölgyeim és uraim, a mai és a holnap, illetve a holnap utáni gödöllői itt léthez nagyon jó gödöllői tartózkodást, nagyon jó tanácskozást kívánok. A szervezők azzal kértek meg, azért attól írom, mert belelendülök a gondolatokba, akkor mindig el szoktam felejteni a végén azt, amire megkértek, hogy a 2013-as gödöllői zöld országos tanácskozást ünnepélyesen megnyitom. Ez nagy tiszteletés számomra, hogy érezzék, hogy ez most meg van nyitva. További jó tanácskozást kívánok. Köszönöm szépen!